Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal egy egyszerű fa asztalt fogunk elkészíteni, és nem csak egy asztalnak tűnő tárgyat tervezünk, hanem a későbbi videóban meg fogjuk tervezni magát a fa kötést is a csapolással együtt. Mielőtt neki kezdenénk a feladatnak, állítjuk át a Window menüben a Model Info-n belül az alapmértékegységet méterről centiméterre, mert alapvetően centiméterben fogjuk megadni az értékeket. Rajzoljuk meg az asztalunk egyik lábát a rectangle parancssal, aminek a nagysága 4,7 cm szer 4,7 cm legyen. El is készültünk az lábunk alapterületével. Ezt most a push-pull tullal húzzuk ki körülbelül 70 cm magasra. Ez lesz az egyik asztal lábunk. Készítsünk ebből a lábból egy komponest, kijelöljük, majd G, adjuk neki azt a nevet, hogy láb. Arra figyeljünk, hogy legyen bepipálva a checkbox Replace Selection with Component, azaz cserélje ki a kijelölést egy komponensre. Ezután a fa kötést fogjuk kialakítani. Itt magunk felé ezen a síkon fogjuk kialakítani a keresztkötést, ami 8 cm x 1,9 cm lesz. Rámegyünk a Rectangle Tool-ra, és azt mondom, hogy 8, pontos vesző, 1,9 cm. Elkészült a fakötés, és most ezt is ki tudjuk húzni a push-pull tullal 60 cm hosszon. Ebből is készíteni fogunk egy komponest. Ki kell jelölnünk az összes lapot és ért, ugye egy klikkelés a lapot jelöli ki, dupla klik a lapot határoló éleket, és tripla klik esetén az egész entitás, tehát a topológiai szerint értelmezett élek és lapok összessége ki lesz jelölve. Ebből is csináljunk egy komponest. Ennek a neve pedig legyen az, hogy kötés, majd create. Maga a kötés nem így szokott elhelyezkedni az asztalon belül, hanem ebbe az irányba egy picit el kell tolnunk, és ennek az eltolásnak a mértéke 0,5 cm a zöld tengely irányában, tehát belemegyünk a Move parancsba, és szépen eltoljuk 0,5 cm-rel. El is készült a kötésünknek a végleges helye. Most ide, jobb oldalra is helyezzünk el egy széklábat, jelöljük ki a komponest, Move parancs, majd a Ctrl lenyomása mellett fogjuk meg ennél a pontnál, és mozgassuk el a széklábat. Ugye arra ügyeljünk, hogy a mozgatás iránya a vörös tengelyre snappelődjön, és ha most klikkelek egyet, akkor szépen méret helyesen helyezi el a SketchUp ezt a lábat is. Nagyszerű, kialakult az asztalunknak az egynegyede. Most forgatással a kijelölt komponenseket 90 fokkal forgassuk el a zöld tengely irányába, belemegyünk a Rotate eszközbe, a szögmérünk kék színű, fogunk egy pontot, mondjuk itt a láb felső síkjánál, a midpointnál, megadjuk az alapegyenest, ami körül fogunk forgatni, majd elforgatjuk. Csak hogy nem az eredetit akarjuk elforgatni, hanem ennek a másolatát, azaz Ctrl, és szépen addig forgatunk, míg a zöld tengely irányra rá nem állunk. Elkészültünk a másolással, most már a mozgatás parancsal kell a lábhoz igazítanunk a fakötést.
ide ebbe a shadow pontba snappelem, majd megint csak eltolom 0,5 rajzi egységgel, és igazándiból el is készültünk a mutatvánnyal. Ugye annyi hibánk van még, hogy ez itt nem megfelelő, ez a láb. Kijelölöm, mozgatással eltolom ide, és utána pedig tudom, hogy ebbe az irányba 0,5-tel el kell tolni, és el is készültünk. Most már két oldalunk megvan. A következő művelet az lesz, hogy ezt a részét itt az asztalunknak le fogjuk másolni. Én itt mutatni fogok egy trükköt, ezért ezt a komponenst itt ki is tördöm, ez egy lehetőség volt arra, hogy hogyan lehet lemásolni a meglévő komponenseket. Most egy másik trükköt fogunk megnézni, a deletével, a del billentyűvel kitörlöm. Most jelöljük ki ezt a három komponenst, a shiftet, ha lenyomjuk, egymás után össze tudjuk fűzni a kijelölt komponenseket, hogy egy kijelölést alkossanak, majd a mozgatás parancsal ugyancsak el fogom mozgatni, M mozgat, Ctrl billentyű lenyom, elmozgatjuk az egeret, arra figyeljünk, hogy a zöld tenger irányba snappelődjön, és szépen ebbe a pontba rögzítem is a modellt. A measure tape-el ellenőrizhetem, hogy valóban fél centire helyeztem el itt a kötést, hát nem teljesen tökéletes, ezért ezt ki fogom most javítani. Mondjuk megnézem itt is, mert lehet, hogy itt se jó akkor. Itt ez oké. Akkor valóban itt kell egy kis igazítást végeznem. Kijelölöm az objektumokat, a mozgatással ideillesztem, majd innen ebbe az irányba fél centiméter, és akkor most, ha ellenőrzöm, akkor itt fél centinek kell lenni. Rendben van. Első körben úgy néz ki, hogy ez megfelelő, de vegyük észre, hogy itt ugye kívül helyezkedik el a kötés, ennél az oldalnál is kívül helyezkedik el, itt viszont a kötés belül helyezkedik el, ez nem jó, meg kellene forgatnunk az eltolt elemeinket, jelöljük ki ezt a három komponest, és most válasszuk azt az opciót a helyi menübe, tehát jobb klik, helyi menü, és flip along green direction. És ebben a pillanatban átfordultak a komponensek, most már megfelelő irányba állnak. Elkészültünk ezzel is. Most már az utolsó kötés elemet kell elkészítenünk. Ugye kijelölöm ezt a komponens mondjuk itt. Mozgatással elhozom. Kontrollt lenyomom. Ebbe a pontba elhelyeztem, és innen eltolom 0,5 egységgel a vörös tengely irányában. Ezzel itt is kiszerkesztettük a kötést, megvan a négy lábunk, a négy kötés, most már csak az asztal lapot kell elkészítenünk, de ez már gyerekjáték lesz. Rámegyünk a rectangle toolra, átlóba szerkesztünk egy rectangle-t. Ugye az asztalnak van vastagsága is, a push-pull tool-lal kihúzzuk, legalább 3 cm legyen, és általában az asztallap egy picit túl is szokott lógni, megfogom oldalirányba, és azt mondom, hogy 5 cm legyen minden irányba a túllógás. Mindjárt készen vagyunk, még csináljunk komponenst az asztallapból is, tehát egy klik az asztallapot, dupla klik az asztallap plusz az asztallapot határoló élek, és tripla klik az összes lap és él, ami ugye egységet alkot,
gép billentyű lenyom, komponens készítés, lap, még komponent, és már is elkészültünk az asztalunkkal. Ugye nézzük meg a felületeket a FaceStyle X-ray móddal, ugye bele lehet kukucskálni a testekbe. Látszik, hogy egy asztalnak tűnő tárgyunk van, de például a csapolást még nem szerkesztettük ki, tehát ezt a tervet még az asztalos kollégának nem tudjuk elküldeni, tehát itt ugye a fakötéseknél a csapot és a csapnak a helyét még ki kell szerkesztenünk. Jó? Még egy trükköt mutatok, ha már itt a komponenseknél vagyunk, visszaállok a FaceTime-ból, kiveszem az X-ray-t, és nagyon fontos, hogy van olyan lehetőség, hogy Component Edit, Hide Rest of Model, azaz, ha egy komponense duplán klikkelek, akkor ugye tudom szerkeszteni, és eltünteti a modelltérnek azon elemeit, amelyek nem azok a komponensek, amiket ugye én most kijelöltem, tehát ami nem láb típusú komponens, az eltűnik, de ez is még olykor zavaró lehet. View, Component Edit, Hide Similar Components, ugye ide is be lehet tenni a pipát, és ilyenkor csupán egy asztal láb marad, tehát ha az asztal lábat szeretném a továbbiakba szerkeszteni, célszerű ezt a nézetet kiválasztani. Ha bárhova máshova klikkelünk a modelltérbe, akkor visszakapjuk az asztalunkat. Köszönöm szépen a figyelmet, ez a videó eddig tartott volna, és a következőben pedig folytatni fogjuk a szerkesztést.